Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Soltfat Kerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Célba értek a Soltfat Kertiek adományai. Újra működik az idősek napközi otthona. Hamarosan elkészül a református közösségi ház. Döntetlen a Harta ellen. Soltfatkert város önkormányzata és a Gyöngyház Kulturális Központ által meghirdetett adománygyűjtési akció zárásaként május 12-én a munkájuk és elhivatottságuk előtt tisztelegve Soltfatkerten az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozókhoz, valamint Kiskunhalason a mobil járványkórház dolgozóihoz juttattak el ajándékcsomagokat a Kulturális Központ dolgozói. Az elmúlt órákban a Soltfatkertiek jó lelkűségéből adódóan nagyon sok kellemes percnek lehetünk tanúi. Egy kicsit az ötlet születéséről, ha mesélnél. Hát néhány héttel ezelőtt olvastam egy kiadványt, és a benne olvasottak kapcsán merült fel az az elgondolás, hogy milyen jó lenne, hogyha összetudnánk fogni az ápolók világnapja alkalmából, és megköszönnénk a Kiskunhalasi Járványkórházban dolgozóknak, valamint Soltfatkerten, az Egyesített Szociális Intézményben, a Református Idősek Otthonában és az orvosi rendelőkben, védőnői szolgálatban dolgozóknak, valamint egy gyógyszertárakban dolgozóknak, és a kiskörösi mentőszolgálatnak a munkáját. És elmondtam ezt az elgondolást a munkatársaknak, és kértem azt, hogy forgassák magukba, gondolkodjanak. És néhány nap elteltével egyik munkatársam, Hamar Anita, már konkrét elképzelésekkel jött, és akkor megbeszéltük azt, hogy mindenki emeli az ügy mellé áll. Polgármester urat is megkerestem ezzel az elgondolással, hogy ő, mint a város vezetője, tudja ezt támogatni, és azt mondta, hogy igen, teljes mértékben, és támogatja ezt az adománygyűjtő akciót, mert hogy ez született belőle, annak érdekében, hogy minél több embert meg tudjunk ajándékozni, és tulajdonképpen így létrejött 296 embernek a megajándékozása a mai napon. És mi került azokba a táskákba, amiket ma átadtatok? Láttam, hogy elég sok minden van benne, gondolom az adományok, de említettél pénzt. Abból adományt vásároltatok, vagy hogy volt ez? Igen. Hát kétféle módja volt a támogatásnak, illetve három. Volt, aki pénzzel támogatott minket, volt, aki ajándéktárgyal, és volt, aki pedig önkéntes munkával, úgyhogy segített a csomagolásban, illetve autós szállítással. A mentőknél is, és más egyéb helyen is más-más került az ajándékcsomagba, ami mindenkiébe volt: egy kávé, egy bonbon, egy csomag mogyoró, egy csomag keksz, és egy csomag asztalterítő, és egy üveg szörp. És ezen kívül tulajdonképpen intézményenként kaptak kicsit mást és mást a dolgozók, hiszen volt, aki a mentőket szerette volna támogatni, volt, aki az Egyesített Szociális Intézmény, és nyilván úgy is tudtunk gondolkodni, hogy attól függően, hogy hol mennyien dolgoznak, úgy osztottuk el az egyéb tárgyi ajándékokat. Így hát van olyan csomag, amiben került bor is, illetve pálinka felajánlást is kaptunk, méz felajánlást is, és készítettünk olyan kis közösségi csomagokat is, amit a közös helyiségükben tudnak elfogyasztani, akár az Egyesített Szociális Intézményben, akár a református szeretett otthonban a kedves munkatársak és a vezetők. Hát nem lehetett kis munka ezt összeszervezni. Én láttam fotókat a közösségi oldalon, amikor éppen csomagoljátok össze ezeket az ajándékokat. Valóban nem volt kis munka, de nagyon fontosnak éreztük azt, hogy ezekre az emberekre terelődjön egy kicsit a figyelem, hiszen
nagyon megérdemlik azt, hogy gondolkodjunk róluk egyrészt, másrészt pedig, hogy ha csak ilyen módon is kifejezzük a hálánkat és a megbecsülésünket feléjük, hiszen ez az időszak, tudjuk, hogy senkinek nem volt egyszerű, de az egészségügyben és a szociális szférában dolgozóknak még nehezítettebb terep volt, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az mindannyiunk számára, hogy ők helytálltak, nem adták fel, és teszik a dolgukat, és hivatásszerűen, és nem csak hogy végzik a dolgukat, hanem emberileg is olyan energiákat és értékeket mozgatnak meg, és adnak át az ápoltaknak, a gondozottaknak, ami nélkül nem tudna működni ez a rendszer és ez a társadalom, és nem tudtuk volna ilyen jól átvészelni, és tudták volna a gondozottak és az ápoltak átvészelni ezt az időszakot. Mennyi időbe telt, amíg ezt a rengeteg adományt bele csomagoltátok ezekbe a táskákba? Nagyon gyorsak voltunk, tehát tegnap ebéd előtt kezdtük el nem sokkal kiporciózni, hogy melyik intézménybe hova mennyit fogunk tudni, miből mennyit, és utána este szerintem olyan 6-7 óra körül végeztünk. Tehát nagyon összehangolt munka volt, és nagyon nagy szeretettel készült mindenki, és lelkesedéssel. Én nem voltam ott minden helyen, amit említettél, ahova vittetek ezekből az adományokból, de ahol ott voltam, ott számomra nagyon megható volt mindaz, ami ott elhangzott, akár részletekről, akár azok részéről, akik átvették az adományt. Neked milyen tapasztalataid vannak a mostani átadások kapcsán? Az volt a tapasztalatom, hogy meglepődtek minden helyen, bár tudták, hogy ők a címzett kedvezményezettek, hiszen a plakátjaink, a leveleink valamilyen módon eljutottak hozzájuk, illetve hát nyilván egyeztetni is kellett minden intézménnyel, hogy mikor megyünk és hogyan, milyen módon tudjuk átadni az ajándékokat. Mindenki nagyon meg volt hatódva, és nagyon fontosnak érzi. Ezek nem drága ajándékok. Tehát éppen amikor most visszafelé jöttünk a járványkórházból, számolgattam, hogy szívünk szerint mit adtunk volna. A minimál program az megvalósult, amit minimálisan terveztünk, hiszen senkinek nem akartuk, hogy megterhelő legyen, vagy kizárni sem akartunk senkit ebből az adományozásból. Így hát a legkisebb összeg az körülbelül 1000 forintos volt, ami pénzbeli adomány volt, a legnagyobb viszont 150 ezer, ami egy valakitől érkezett, aki nem szerette volna, hogy megnevezzük őt. És ezen kívül tényleg volt, aki kávét tudott venni, volt, aki csokoládét, tehát ők is részesei tudtak lenni ennek az adományozási akciónak. Hogy válaszoljuk a kérdésedre továbbiakban is még. Én azt gondolom, hogy itt mindenkinek nem volt lehetősége, illetve azt tapasztaltam, hogy nem volt lehetősége nyilván elmondani, hogy mit gondol és mit érez, de a járványkórházban is és a mentősöknél is, valamint a református idősek otthonában is nagyon köszönték a dolgozók, hogy gondoltunk rájuk, és azt mondták, hogy nagyon sokat számít nekik. Elmondták a járványkórházban, hogy van olyan orvos, aki távolabbról jön, és hetek óta nem találkozott a családjával, és bizony arra törekednek, mondta az ápolási igazgató úr, hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak, és egy-egy ilyen megnyilvánulás, gesztus nagyon nagy lendületet tud, újbóli lendületet tud adni a dolgozók számára. Ha előről kellene kezdeni, még egyszer belevágnál ebbe az adománygyűjtésbe? Persze, természetesen csak előbb. Tehát, de ugyanakkor meg nem vagyok elégedetlen, mert hogy én azt gondolom, hogy van egy menetrendünk, ami a munkánk, és azon kívül pedig kell, hogy teret adjak magunknak, elsősorban munkatársaknak arra, hogy önként vállalt feladatként olyan legyen az a feladat, amiben oda tudja adni mindenki magát, a szívét, a gondolatait, az idejét. Mert ezt a munkát úgy vállaltuk, hogy én azt kértem a munkatársaktól, hogy úgy gondolják végig, hogyha a polgármester úr nem is tudja támogatni, önkéntesként oda tudják-e tenni magukat, az idejüket, és nyilvánvaló, hogy
hogy ez csak úgy lehetett, vagy úgy jöhetett létre, hogy igent mondtak erre. Tehát igen, újra kezdeném, előbb kezdeném, és feltételezem, hogy még több embert el tudtunk volna érni, de ez is nagyon-nagyon jó volt így. Ott a járványkórháznál gondoltam arra, hogy de jó lenne, ha most itt lennének azok, akik úgy gondolták, hogy ők adományoznak, hogy segíteni szeretnének, mert akkor hallanák, látnák, amit ott mi tapasztaltunk. Gondolom, a képek majd átadják, de egy kicsit te is a te tapasztalatodról, ha mesélnél ott a járványkórházban. Hogy milyen volt odaérkezni? Csű, hát nekem elég idegen. Láttam róla képeket, hallottam történeteket. Egy ilyen teljesen új galaxisnak tűnt számomra. Viszont a fogadtatás az nagyon-nagyon szívélyes volt, és nagyon... Tehát azt mondta az ápolási igazgató úr és a főnővér, hogy ők teljesen meg voltak lepődve, hogy tehát tudták, hogy megyünk, de azt gondolták, hogy begördül majd egy személyautó, és akkor átadunk valamit, de nem számítottak arra, hogy két teherautóval megyünk, és akkor ilyen csomaghegyekkel, és tehát ennyi rengeteg ajándékkal lepjük meg őket. És utána a munkatársakat, akiket ki tudtak hívni őket, és odainvitálták az átadás helyszínére, és hát ők is látszott ugye a maszk ellenére is, hogy nagyon sokuknak homályos volt a szeme, és nagyon köszönték ezeket az adományokat. És én azt gondolom, hogy ugye az előbb mondtam, hogy sokkal többet, szívem szerint sokkal többet adtam volna, de amit minimálisan elterveztünk, az teljesült, de azt gondolom, hogy számukra se az az elsődleges, hogy mi is van ebben a csomagban, hanem az a gesztus, hogy egy város összefog. És amit az Egyesített Szociális Intézmény vezetője, dr. Laciné Ritter Andrea is mondott az átadáskor, hogy őt ez is megerősíti, hogy igenis ebben a városban van összefogás. Vannak olyan emberek, akik készek adni, és készek megmozdítani magukat, a szívüket, a pénztárcájukat megnyitni arra, hogy elismerjenek, támogassanak embereket és ügyeket. A Solt-Patkerti Egyesített Szociális Intézmény újra fogadja az időseket a nappali ellátásban. Az intézmény dolgozói hálásan fogadták a város adományát, amelyet május 12-én az ápolók napján juttattak el hozzájuk a Gyöngyház Kulturális Központ munkatársai. Dr. Laciné Ritter Andrea intézményvezetőt az elmúlt hónapokról és a jövő terveiről kérdeztük. Nemrégen jártunk itt az ápolók napján, amikor a Gyöngyház Kulturális Központ szervezésében adományokat hoztak ide hozzátok, és milyen érzéssel fogadtátok ezt az adományt? Hát megmondom őszintén, nagyon jól esett. Én azt gondolom, hogy valamennyi kollégám nevében mondhatom, hogy nagyon szívmelengető érzés volt számunkra. Nagyon sokan és sokféleképpen éltük meg ezt az elmúlt másfél évet, ami a járvány időszakáról szólt, és nyilván ennek látjuk a nehézségeit is, de ugyanakkor én egy picit inkább azt emelném ki, ami ebben az időszakban mint pozitív hozaték jelentkezett. Én mindig is nagyon fontosnak éreztem azt, hogy egy szociális ellátórendszer működésében a kapcsolat az önkormányzat intézményeivel és az egészségügyi ellátórendszerrel jó legyen, és minél jobban tudjuk egymás munkáját segíteni, és ebben a nehéz időszakban én ezt különösen jónak érzékeltem és ítéltem meg, úgyhogy ilyen szempontból is hálásan köszönjük, és mi nagyon örültünk ennek a meglepetésnek, mert tényleg szó szerint meglepetés volt. Akkor is, hogyha mi minden napunkat úgy kezdjük és úgy fejezzük be, hogy amiben tudunk, ott vagyunk és segítünk, de nyilván egy ilyen adomány, vagy egy ilyen odafigyelés különösen szívet melengető. És nem csak ez az egy ilyen jellegű kedves
odafigyelés volt az elmúlt időszakban. Kaptunk a Rászoruló Magyarokért Egyesülettől is egy igen jelentős adományt a város lakosai részére, bébi ételek formájában. Ezt Virág Tibor elnök személyesen hozta el városunkba. Ez is egy nagyon, nagyon szép gesztus volt, és azért hadd említse meg a Venyigei éttermet is, mert hogy az ő jó voltukból is nagyon sok alkalom, nagyon sok példa volt arra, hogy meleg étellel tudtunk még így a hétvége előtt segíteni a rászorulóknak. És hát szintén a Gyöngyház Kulturális Központ nevéhez, illetve Pályán Ildikó igazgatóasszony nevéhez fűződik az a segítségnyújtás, amiben nem csak az ő nevét, hanem Laksz Éva és kedves párja nevét is szeretném megemlíteni. Az ő segítségük révén nagyon sok házi gondozottunk jutott dekubitusz párnához, illetve tolókocsit is kaptak, és itt is azt tapasztaltam és éltem meg, hogy igenis van összefogás és van önzetlen segítségnyújtás ezen a területen, ami nagyon fontos és nagyon jó. Úgy néz ki, hogy talán most már kifelé megyünk a nehézségekből, reménykedjünk benne. Ti hogyan éltétek meg az elmúlt általad is említett másfél évet? Hát nem unatkoztunk. Nagyon-nagyon sok feladat hárult az intézményre. Nyilván egy szociális intézmény mindig is erről kell, hogy szóljon, hisz az a dolgunk, hogy a város lakosságát a gyerekektől az idősekig védjük és segítsük, amiben tudjuk. Nagyon sok olyan ellátási forma volt, amiben próbáltunk segítséget nyújtani. Pénzbeli ellátások, különböző rokkantsági járadék, vagy egyebek, vagy ellátások ügyintézésében, hiszen nem mondhatjuk el, hogy ezeknek az ügyintézések könnyebbé vált. Ezek sajnos egyre bonyolultabbak és egyre nehezebbek. Itt is nagyon jó érzés, hogy a kormányablak és a szociális ügyintézők nagyon nagy segítséget nyújtanak a kollégáimnak, tehát sokkal az összefogással sokkal rugalmasabb ez az ügyintézés, és sok ellátott volt városunkban, akiknek életvitele, szerencsétlen élethelyzete miatt olyan sorsa, olyanná vált a sorsa, hogy gyakorlatilag a lakhatása is megoldatlan volt. Nyilván ez egy hosszú életút, nem ezt szoktuk ilyenkor mérlegelni, hogy ki mi miatt válik ilyen élethelyzetbe. A megoldásokra törekszünk, megoldásokat szeretnénk találni, és azúton kérjük a lakosságot is nyilván erre, hogy ne ítélkezzünk, és egy-egy ilyen helyzetet inkább megoldani próbáljunk közös összefogással. Ebben az összefogásban az nagyon hangsúlyozandó, hogy a Kaskantyúi Harmónia Szociális Intézménye nagyon jó a kapcsolat. Több soltvadkerti személy jutott az elmúlt hónapokban ebbe az intézménybe, egy jó összefogás és együttműködés révén, és a Kiskunhalasi Pszichiátriai Központról is nagyon jó véleményünk van. Nagyon sokat változott ott is a munkafolyamat, a kliensekhez, a betegekhez való fordulás, és hát dr. Matus István is nagy segítségünkre van, mint szakember ezeknek a problémáknak a megoldásában. Hogy indult be az élet? Beindult egyáltalán? Visszatért a régi élet ide az Egyesített Szociális Intézménybe? A járvány időszakában a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál a munka az ugyanúgy zajlott, mint eddig, és veszélyeztetett családokat, veszélyeztetett kiskorúakat nem hagyhattunk, és nem is hagytunk volna magukra. A klub életében a járvány súlyosabb időszakában telefonos kapcsolattartás volt, aztán amikor erre már lehetőségünk volt, akkor az otthonaikban kerestük fel őket, és mi látogattuk őket, és hát a héten nyitottuk meg kapuinkat fokozott elővigyázatosságokkal, csökkentett létszámmal, nyilván természetesen jelenleg még az oltási igazolvány felmutatásával, illetve a járványügyi szabályok betartásával, de nagyon-nagyon vártuk már, és szerettünk volna visszatérni ebbe a régi kerékvágásba, és hát mivel az idő is azért egyre kedvezőbb lesz, és több időt tudunk talán az udvaron tölteni, így bízom abban, hogy a kinti szabadtéri programok segítségével egy kis támaszt és lelki megerősítést tudunk nyújtani a klub tagjainknak.
fognak. Ez segítségként a melléképület felújítása is adott egy kis plusz hozadékot. Az EPOP 153 humán szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében sikerült felújítanunk a melléképületet, nyílászárócsere történt, illetve kialakítottunk lent egy konyhát, és hát nagy reménnyel várjuk a nyári időszakot, amikor is ebben a konyhában közösen süthetnek, főzhetnek fiatalok és idős generáció tagjai egyaránt, és hát készülünk a nyári napközis táborokra is. Akkor elmondhatjuk azt, hogy most már jöhet bárki ide a napközi otthonba, aki szeretne, tehát újra fogadtok mindenkit? Igen, különösen nagy örömmel vennénk, hisz az idősek nappali ellátásában nekünk szívügyünk azoknak az idős személyeknek a segítése, akik térben, időben nem tudnak kellőképpen tájékozódni, demencia vagy Alzheimer okozta problémákkal küzdenek. Tudom, hogy ez sajnos egyre inkább népbetegség, és éppen ezért hangsúlyoztam, hogy nagyon jó szakmai kapcsolatban vagyunk most a pszichiátriai központtal Kiskunhalason is. Nagyon szeretnénk a város lakosságát segíteni, különösen a családtagokat, hisz tudom, hogy ez egy óriási probléma, ezzel a hozzátartozóknak is nagyon meg kell küzdeni, és mi segíteni és segíteni szeretnénk, ebbe támaszt nyújtani a hozzátartozóknak, úgyhogy várjuk a klubtagok jelentkezését, és várjuk mindazokat, akiknek ilyen jellegű problémájuk van, és esetleg ebben kell segítséget nyújtanunk. Ugye nehéz időszak volt ez számotokra. Önkéntes segítőket igénybe vettetek a középiskolások közösségi szolgálatából? Jelentkeztek segíteni a fiatalok? Folyamatosan fogadjuk és várjuk a közösségi szolgálatra jelentkezőket. Hát természetesen ugye az elmúlt nyáron nem tudtunk programokat, táborokat szervezni, az idén nyáron szeretnénk. Jönnek a fiatalok, hívjuk és várjuk is őket ezekre a programokra, illetve egy nagyon jó kezdeményezésnek látjuk itt a városban, és azt tapasztaljuk, hogy óriási az összefogás, mind az önkormányzat, mind a művelődési ház, a Gyöngyház Kulturális Központ, mint pedig az intézményünk részéről, a tekintetben, hogy nagyon szeretnénk elérni a 14-30 év közötti fiatalságot. Szeretnénk egy kicsit a szemléletet megváltoztatni, a fiatalok felé is közvetíteni, és eljuttatni azt az üzenetet, hogy a város nyitott a fiatalok ötleteire. Nem mi szeretnénk eldönteni, hogy ők mit szeretnének a városban, viszont szeretnénk, hogyha látnák és komolyan vennék, hogy nyitottak vagyunk mindenféle elképzelésre, és a mostani megszólításuk nem arról szól, hogy csak egy kérdőívet töltsenek ki, hanem ténylegesen szeretnénk összegyűjteni minden információt, ami az ő elképzeléseikkel, az ő gondolataikkal kapcsolatos. Van a Facebookon egy kérdőív, amin direkt megszólítottuk a kérdőív kapcsán a 14-24 év közötti fiatalokat. A kérdőívet Rigó Zsuzsanna, a pszichológus kolléganőm készítette el, és hát nagy öröm számunkra, hogy egyébként már eddig is 70-80-an kitöltötték a városban a kérdőívet, úgyhogy még egy hét áll rendelkezésükre, úgyhogy mi nagyon szívesen várunk minden véleményt, és több alkalommal volt megbeszélésünk az egyházvezetőkkel is, amit külön köszönök, mert hogy ők is nagyon nagy lelkesedéssel vettek részt ezeken a megbeszéléseken, és hát az ő általuk delegált fiatalok segítségével egy munkacsoportot is létrehoztunk, és nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a fiatalsággal olyan ötletekkel, olyan káféklubot, olyan közösségi programokat tudjunk itt a városban megvalósítani, és olyan helyet találjunk ezeknek a programoknak a megvalósítására, ahol ők tényleg jól érzik magukat, és amikor hétvégén hazajönnek, akkor azt mondják, hogy jó itt lenni, Zsoltot Kerten. Május 12-én, az ápolók napján, a Soltvadkerti Református Idősek Otthonába is eljutott a város adománya. A Soltvadkerti Televízió is ott volt, amikor az adomány célba ért. Ezt az alkalmat kihasználva tájékozottunk arról, hogyan áll a gyülekezet közösségi házának építése, illetve arról, hogy a nyitás után milyen feladatok állnak a közösség előtt.
Amikor nemrégen utoljára találkoztunk, akkor a Gyöngyház Kulturális Központ dolgozói vittek adományokat az idősek otthonába. Milyen érzéssel fogadták? Nagyon nagy öröm volt, úgy gondolom, a munkatársakba, azért, hogy némiképpen a társadalom részéről egy kis figyelem fordul feléjük. Ez az időszak elég pozitív volt ebből a szempontból, hogy az ápoló személyzetnek, illetve mindazoknak, akik ott dolgoznak, hiszen nem csak ápolók dolgoznak egy ilyen intézményben, egy kicsit a közvéleménynek a figyelem központjába kerültek. Nagyon nehéz munka ez, és mindenképpen a magunk közötti beszélgetések során ez egy nagyon jó első érzés volt, hogy a városba is adakoztak erre a célra, és hogy egyáltalán valakiknek ez eszébe jutott, hogy az ápolók nemzetközi napján megemlékezzenek róluk. Tehát jó, nagyon pozitív volt, és még köszönöm is, hogy a város így megmozdult. Lehetne erről sok mindent beszélni, hogy megbecsüljük az ápolóknak a munkáját. Gondolom azt is, hogy ami mögöttünk készül, az is nagy örömmel tölti el a gyülekezetet, hiszen ez a közösségi ház hamarosan elkészül. Mi itt voltunk a kezdeteknél, mi minden történt azóta, tudom, hogy ez rengeteg mindent kéne felsorolni, de úgy nagy vonalakban. Eléggé akadozva halad a dolog az ismert járvány miatt. Ugyanitt a háttérben azért próbálkoztunk mi is a munkák előre léptetésével, de sajnos az itt dolgozók közül is többen a járvány miatt ki kellett, hogy álljanak a munkából, és aztán jónak tartottuk egy ideig, hogy leálljon a munka. Most újjót elővel folyik minden tovább. Az örömben ott van azért inkább még egyelőre a várakozás, hogy mikor leszünk kész, és hogy lesz, és mint lesz. Hála Istennek abban a fázisban vagyunk már, hogy belül nagy vonalakban kész vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ilyen 80-85%-a kész van az épületnek. A külsejét most készítik, most folyik majd a színezés és egyéb ilyen munkálatok. Eddig ugye az időjárás miatt sem nagyon tudtunk kint haladni, de mondom, ez is beindult most, és hát nagyon várjuk. Itt azért egy élő kis közösség van az ifjúságtól, gyerekektől kezdve egészen a felnőttekig. Én úgy gondolom, hogy nagyon örömmel fogja a gyülekezet használatba venni majd ezt az épületet. Mikor? Milyen terv van erre? Tehát mikor tudják majd beüzemelni? A célunk az volt, hogy június végére a használatba vételi engedélyt megpróbáljuk megszerezni. Ez most még reálisnak is tűnik, aztán majd látjuk. Sajnos az elmúlt időszakban a templomnak is a háladó Isten tisztelete még nem történt meg a templom felújításért, úgyhogy most egybe fogjuk ezt az egészet fogni. Az egyház kerületnek új püspöke van, Balogh Zoltán püspök úr, őt talán ismerik a helyiek is a televízióból, hiszen korábban politikai pályafutása sokak számára ismert, elismert. Ő hozzáigazodunk egy picit, hogy ő mikor tud majd jönni, és mi használatba fogjuk venni az épületet. Én azt gondolom, hogy ez augusztusban vagy szeptemberben fog megtörténni a háladó Isten tiszteletnek a megtartása. Ugye szabadultunk, ahogy említette, most már egy kicsit a járvány szorításából. Lehet istentiszteleteket tartani az idősek otthonába, az időseket lehet látogatni. Beindult az élet? Igen. Az első, amikor megnyitották az otthonokat, akkor egy hatalmas roham volt az idősek otthonába hozzátartozók részéről, ami teljesen érthető volt, hiszen mégiscsak egy hosszú, abnormális időszak van mögöttünk. Nyilván az életnek ez a normális menete, hogy jó néhányan elhunytak az otthonba lakók közül. Az ő esetükben, akik nagyon rossz állapotban voltak, a törvény is lehetőséget adott arra, hogy a szeretteiket beengedtük, és ők ott lehettek a hozzátartozókkal az utolsó órákban. De beindult az élet, próbálunk mindent újra, most egy picit ez túl is terhel bennünket, mert mindenki mindent most akar egyszerre hirtelen és bepótolni az elmúlt évnek a dolgait, mindenkitől türelmet kérünk. Itt a gyülekezetben május 2-án tartottunk először most jelenlét alapú Isten tiszteletet, és nagyon, mint egy normális gyülekezet vasárnap, tehát én örülök neki, hogy a gyülekezet visszajön. Nagyon sok helyen az országban van probléma, tehát halljuk, hogy voltak olyan települések, ahol egy évig nem volt Isten tisztelet. Ha a lelkipásztornak nem volt digitális
kompetenciája, hogy így mondjam, nem készítettek felvételeket. Az emberek a televízión vagy más eszközökön keresztül követhették az istentiszteleteket. Most sok helyen gond van, tehát nem tudják még hirtelen visszahívni az embereket. Nyilván egy csomó emberben van bizalmatlanság is, hogy beülünk a templomba. Nekünk is van egy ilyen problémánk, hogy kicsi a templom, ahhoz képest elég sokan vagyunk. Megoldani azt, hogy mindenki a kellő távolságban jön egymástól, ez nem egyszerű. Nyilván itt is szükség van az embernek is a hitére, tehát biztatunk én is mindenkit az oltásra, tehát aki még ezt nem tette meg, az baj, semmi baja nem lesz tőle, viszont a többieknek haszna lesz belőle. És hát nyilván itt a templomban nem kérjük mi a oltást igazoló dokumentumokat, de azért mi is örülünk neki, ha olyanok vagyunk együtt, akik nem vagyunk veszélyesek e tekintetben egymásra. Tehát nem elég a szeretet meg a hit, de a felelősséget is azért hordoznunk kell a másikért. Hát ugyanilyen kihívás lesz hamarosan, mégpedig pünköst hétfőn a konfirmáció. Hogyan sikerült erre felkészíteni a gyerekeket, vagy erre felkészülni? Digitálisan. Hát ez egy oktatás volt, inkább a közösséget annyira nem tudtuk gyakorolni a gyerekekkel. Most amióta az iskolába visszajöttek a felsősök is, azért próbálok velük együtt lenni, beszélgetni. Újra indult ugye az ifjúsági óra, oda is ők jönnek, és ott próbáljuk egy kicsit a közösséget még jobban összerázni. A gyerekek fölkészültek, tehát a tananyagot, azt, hogy így mondjam, ami a hitnek ez a része, azt digitálisan leadtuk, vagy átvettük a gyerekekkel. Az a gyülekezet felé az volt most a kérésünk, hogy tekintettel arra, hogy a gyerekeknek a hozzátartozói ilyenkor ráadásként szoktak jönni, hogy így mondjam, a normál gyülekezethez, hogy a normál gyülekezet jöjjön pünkösd vasárnap a templomba, akkor is lesz most már úrvacsora, és hétfőn meg hagyjuk a konfirmandusoknak, 9 konfirmandusunk van egyébként, hogy az ő hozzátartozóik hogy jöjjenek, és akkor ők jobban meg tudják oldani a távolságtartást. A másik ilyen nagy rendezvény, ami ugye itt hagyomány a gyülekezetben, az a gyereknap lesz idén? Igen, úgy tervezzük, hogy kinn a tónál a kalandparkban a helyet lefoglaltuk, és a gyülekezet munkatársi csoportja készül erre. Délután szoktuk, ugye délelőtt van a tanévzáró istentisztelet, háladó istentisztelet, és akkor délután ott össze szoktunk jönni, kicsiktől vénekig egyaránt, kiki hozza a süteményét, palacsintát sütnek, és hát szervezzük a játékokat a gyerekeknek. Úgy tervezzük, hogy ez meg lesz. Tavaly is megvolt, pont ugye a ilyen köztes nyári időszakban meg tudtuk tartani. Nagyon sokan voltunk. Reméljük, hogy idén is így lesz. Ez nyilván, ha ez még a riport előtte lesz, akkor szeretettel várjuk azokat, akik érintettek ebbe a programra, illetve lesz még egy rendezvényünk, az június 18-án a Bács-Kiskun megyéből az összes lelkipásztor és gondok összejön ide egyházmegyei értekezletre, közgyűlésre. Ez is nagyon régen volt, mert ugye a járvány miatt nem tudtunk összejönni, úgyhogy ez is egy ilyen újrakezdés, és hát ez a mi településünk ad otthont majd ennek a rendezvénynek. Örülünk neki, reméljük, hogy jól fog sikerülni. És amíg egy kicsit előre tekintünk, ugye jön a nyár, táborok lesznek? Igen, 2 tábor tervezünk idén is. Az egyik a gyerekeknek, általános iskolás gyerekeknek a tábora. Hát ott már elég sok jelentkezőnk van, ott mindig azzal a problémával küszködünk, hogy a hely szűke miatt sajnos nem mindenki tud eljönni. Illetve van egy ifjúsági táborunk, ami középiskolásoknak van elsősorban, és meg egyetemistáknak, oda is vannak már jelentkezők. Próbáljuk ezeket a táborokat a régi szokás, meg régi rend szerint újra szervezni. A megyei első osztályban szereplő Soltvadkerti TL labdarúgó csapata a bajnokság 28. fordulójában hazai környezetben fogadta a Harta Ese együttesét, akik ellen 1-1-es döntetlent értek el. Ma egy olyan csapattal játszottatok, aki a hazai pályán, azt hiszem elvárás lehetett az, hogy eredményesen focizzatok. Mit mondtál a fiúknak, hogyan készültetek a mérkőzésre, milyen taktika, milyen elképzelés szerepelt a tarsajatokban? Hát igen, ez elvárt lehetett volna, de azért ugye én mindig azt mondom,
ugye a fiúknak, hogy minden mérkőzés más, tehát én azt gondolom, hogy megy első osztályba, itt minden csapat ellen lehet valamilyen esélyünk. Lássuk azt, hogy ugye múlt héten is egy fél időn keresztül a Kiskunfélegyháza ellen partiban voltunk, sajnos a második fél időben nem. Tehát mindenki ellen volt keresni valunk. Úgy indultunk neki ennek a mérkőzésnek, hogy tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, veszíteni valunk igazán nem volt. Én szerettem volna mindenféleképpen nyerni. Én mondtam is a fiúknak, hogy ez nagy lépés lenne, ha tudnánk győzni a halas megelőzésében, mert nekünk az a célunk. Szóval támadó jelleggel próbáltunk focizni. Egy kicsit én úgy hiszem, hogy meglepett minket az ellenfél, egy kicsit agresszívebbek voltak, nem bírtuk sajnos az akaratunkat rájuk erőtetni, úgyhogy én úgy gondolom két ellentétes fél időt láttunk. A kapott gólotokról mi a véleményed, hogyan láttad azt megelőző szituációt, szerintem elkerülhető lett volna talán. Igen, azt tudtuk jól, hogy a Harta az pontrugásokból nagyon erős, ugye aki figyeli, tudja jól, hogy jó fejelő játékosaik vannak, ugye rutinos NB1-et megjárt játékos edzővel van ugye megspékelve a csapat, aki nagyon jól fejel, nagyon jól rúgja a pontrugásokat. Próbáltunk rá készülni, hát sajnos a sok pontrugás közül egyetlen egy figyelemetlenségből kaptunk egy gólt, úgyhogy ez megint elkerülhető lett volna, de hát sajnos ez van. A szünetben mit mondtál a játékosoknak? Gondoltad-e még, hogy innen lehet fölállni, esetleg megfordítani a mérkőzést? Mindenféleképpen gondoltam. Próbáltam a középpályán lévő gondjainkat egy kicsit a védekezésben, úgy tűnt, mintha ott egy emberrel többen lettek volna. El voltunk tolódva a védekezésbe, és ezt próbáltuk helyre rakni. Arra kértem a srácokat, hogy egy kicsit agresszívebbek legyenek az egy-az-egy jelenében, mert nem voltam az első fél időben megelégedve ezzel, mert inkább visszahúzgálták a lábaikat, mint hogy belementek volna. Meg egy kis kreatívabb játékot, bátrabb játékot kértem, mert egyszerűen gyáva nyuszi módjára játszottunk pláne az első fél időben, a másodikban már egy kicsit alakult a dolog. Arra számítottatok-e esetleg, hogy a vendége kapusa Pölöskei nagyon kijön a kapujában, és gyakorlatilag a gól is ugye egy ilyen szituáció után esett. Erről beszéltetek-e, vagy készültetek-e ilyenre, hogy letámadni a védőket, odafigyelni a kapus mozgására, hogy ki lehessen ezt használni? Igazából nem készültünk erre, hát ez egy szerencsés szituáció volt. Nekem is ugye a mérkőzés folyamán többször feltűnt azt, hogy a kapus sokszor kijön. Hát ugye a rutinosabb játékosok ezt észreveszik, és esetleg egy váratlan dologgal meglepik a hálóőrt. Most egy kicsi szerencsénk volt, a védő és a kapus ugye hát megelőzték egymást, és hát egy szerencsés öngóllal azért sikerült az egy pontot megszereznünk. Volt kényszerű csere is a csapatnál, Radicsal mi a helyzet, milyen állapotban van, mi történt vele? Hát egy nem is értjük különben, ugye itt az első vagy a második percben egy beívelés után kapott egy hatalmas nagy medvepuszit. És a tízatoson belül történt, nem értjük, hogy miért maradt ném a játékvezető sípja. Lehet, hogy nem volt az, de én úgy érzem, hogy az volt. Igazából nem bír normálisan menni tőle, hát egy medvepuszi, akit már kapott, az tudja, hogy ez kellemetlen, hát ezt masszírozgatni kell, meleg, hideg, tehát az annak kell egy hét, mire az ember lábából kijön. Egy-egy után esetleg gondoltál olyanra, hogy meg lehet fordítani a találkozót? Én mindenféleképpen hittem azt, ott egy kicsit, mint hogyha, hát nem mondom, hogy nekünk állt volna, de voltak lehetőségeink, egyszer-kétszer én úgy hiszem, hogy megleptük egy agresszív letámadással az ellenfelet. Volt egy szituáció, amikor majdnem ugye a kapusnak az a passzolt labdát el is csíptük. Igazából ott egy kicsit az ellenfél elkezdett, ugye egy kicsit magára talált, egy kicsit próbáltak jobban ránk jönni, volt egy-két meleg pillanat, de én azt hiszem, hogy megérdemeltük így kis szerencsével az egy pontot. Úgy tűnik, hogy szűk a keret, sok a hiányzó, mi van a hiányzókkal, lesz-e bővebb a keret, hogyan áll létszámilag a csapat jelenleg? Hát igen, ma is voltak hiányzóink, ugye nekünk ez a szombati mérkőzés nap, ez nem szerencsés, de hát most már ez így fog kifutni. Ugye vannak olyan játékosaink, akik tanulmányaik miatt nem állnak rendelkezésükre, ugye ilyenkor hétvégén ugye iskolában vannak szombatonként. Van olyan, aki ugye más elfoglaltságból, hát bízom benne, hogy már jövő héten vasárnap játszunk Kecellel, ugye egy rangadó lesz, szomszédvári rangadó, bízom benne, hogy egy kicsit több merítési lehetőségem lesz a csapat felállításánál.
Aztán utolsó fordulóban Kiskunhalas, az ugye egy szombati mérkőzés, hát ott is szerintem most már ugye, hogy beszélgetek a srácok erőjelek alapján, azért lehet, hogy többen leszünk. A keceni mérkőzést említetted, mindig beszéljük veled, hogy egy szomszédvári rangadó mindig más. Hogyan fogtok készülni, mennyire lesz az öltözőben más hangulat, akár a héten, akár a mérkőzés előtt? Hát igen, biztos, hogy kicsit felfokozottabb lesz a hangulat. Ugye az én meglátásom szerint ugye itt a tavaszi kezdetben pont azon a mérkőzésen volt az, ami úgy hiszem, hogy sorsdöntő lett volna számunkra, ott egy kicsit a játékvezető portás egy kicsit úgy megvezetett minket. Az a mérkőzést én szerintem nekünk kellett volna nyernünk. Sajnos kikaptunk 1-0-ra, én azt hiszem, hogy van esélyünk, én mindig ezt mondom, hogy pláne egy szomszédvári rangadón. Persze ők az esélyesebbek, ezt is tudjuk, jobb játékos kerettel rendelkeznek. Hát megpróbálunk valami jó kis taktikát kitalálni, és hát legalább egy pontot elhozni Keszerről. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben jövő héten kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.